Jó estét kívánok, köszöntöm a 7.tv és a Kezdőkör nézőit. Mielőtt bemutatnám a Kezdőkör mai vendégét, nézzünk meg egy bejátszást, amiből már igencsak lehet következtetni arra, hogy mi lesz a mai napunk fő témája. Köszöntöm tehát körünkben Podani Milánt, aki az akrobatikus motorozás verseny sorozatának kétszeres magyar bajnoka. Mit jelent ez a kétszeres magyar bajnokság junior korosztályban? Mit jelent egyáltalán junior korosztály a motorozásban? Köszöntöm én is a kedves nézőket. Hát először is kezdjük a junior kategóriával, mert ez nagyon sok embernek úgymond nem tiszta, mert értelemszerűen nem, nekem se volt az először. Ezért kérdeztem én is. A junior kategória itt nem a korosztályra vonatkozik, tehát 14-től 18 éves korig, hanem a motor paraméterei alapján 50 köbcentitől egészen 400 köbcentiméterig minden egyes motorkerékpár úgymond junior kategóriába sorolható. Fantasztikus képeket láthattunk már a műsor elején rólad és arról a teljesítményről, amire te képes vagy gyakorlatilag. Ha jól tudom, 18 éves vagy. Mi a következő célkitűzésed majd ettől az évtől, illetve ne szaladjunk még előre, mi volt 2015-ben, hiszen kétszeres magyar bajnok vagy, hol sikerült ezeket a bajnokságokat megnyerni? A 2015-ös év számomra igazából arról szólt, hogy megpróbáljak minél több egyedi, esetleg külföldről behozott trükköt megvalósítani, ami a magyar bajnokságban sikeres lehet, mert igazából ez a titka ennek, hogy olyan dolgokat kell mutatni, amit az országban nagyon kevesen, vagy éppen nem csinál senki, és szerencsére ez sikerült is.
igazából Kumadrason kerültek megrendezésre ezek a versenyek. Volt egy versenyünk Pécsett, bár a pécsi versenyünk nem számított bele az összetettbe. Még évelején volt egy versenyünk Budapesten a Hung Expo-n, ott, vagy hát arról a versenyről azt kell tudni, hogy nagyon rossz körülmények között versenyeztünk, térkőben tizenvalahány aknafedelet számoltunk meg, amit ugyebár a motorosok tudnak, hogy ez nem jelent túl jó dolgot, és a pálya is paramétereiben elég kicsi volt, úgymond kicsinek volt mondható, tehát ez a verseny nem volt egyszerű, de igazából itt ezt a versenyt sajnos nem tudtam megnyerni, de második helyezést el tudtam érni. Nagyon nagy fizikai felkészültséget igényel, ez látható. Ezek a versenyek, nagyon sokat látok itt, ugye a 2015-ös év verseny bemutatóit, föl van nekem sorolva, ki van gyűjtve. Hány ilyen jellegű bemutatón vagy versenyen szerepelsz összesen egy évben körülbelül? Hát szerintem olyan 20-25 rendezvényel eljutunk egy évben. És hogy megy emellett a tanulás? Gondolom van az is. Van, igen. Sajnos. És hol? Én tanulsz? A Szarvason a Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban tanulok matematika szakon. Így ez nem egyszerű. Sajnos az az idei év sajnos egy kicsit a motorozás rovására is megy, de próbálok minél többet motorozni a tanulás mellett. Próbálok mindig időt szakítani rá. Azért mentálisan és erőnlétigre is fel kell készülnöd, gondolom, ezekre a hétvégi eseményekre. Láttunk, vagy láttam már, majd fogunk is látni képkockát nem sokára, és két motort is láttam, amivel versenyzel. Miért van kettő? Mi a különbség? Igazából a zöld motorkerékpárom, meg hát a kék is, az egy MZTZ 150-es motorkerékpár. Igazából azért ezeket a motorokat használtam erre a célra, mert már a úgymond elődeim, akik ezt csinálták, ők is azt tapasztalták, hogy ez a motorkerékpár a legjobb erre a kategóriára. Nem olcsó, de még nem annyira drága a fenntartási költsége sem, és ki segít neked ebben a fenntartásban, illetve hát gondolom, hogy vagy egyedül szervizeled ezeket a motorokat? Ezeket a motorokat még igen én csináltam, de amikor olyan komolyabb problémába ütköztünk, akkor itt Békés Csabán szerintem minden motoros ismeri Hadobás Péternek a nevét, ő szokott nekem segíteni, akár telefonon is, mert tényleg olyan hihetetlen szakértelme van ehhez a témához, hogy szinte bármit meg tud csinálni. És igen. Azért van két motorkerékpárunk, mert akik úgy jobban értenek a motorokhoz, láthatják, hogy a zöld motoromon nincsen első fék. Ez azért kell, hogy az első kerék, hogyha a levegőbe emelkedik, akkor folyamatosan foroghasson, és ezzel hajtom végre, mert ez hogy forogjon, ez nagyon fontos így a trükkök terén, mert másképp dölöngélne, meg nem lenne stabil ez a egyébként sem túl stabil motor. És a kék motoromon, amin ugye van első fék, azt használtam driftelésre, első kerékhangulásra, fejenállásra és többi hasonló mutatványhoz. Nézzük is meg ezeket a dolgokat, ha kérhetem a kollégáimat, akkor indítsák el felvételt, így van. Tehát az egyik országos bajnokságodnak az első helyezett eredményének a képeit láthatjuk, talán Kumadarasról, ha jól tudom. Itt például mit láthatunk? Ez egy olyan letérdelés volt, ami ha jól sikerül, akkor a térden meg is súrolja a földet. Azt kell tudni erről, hogy emiatt a trükköm miatt töltöttem pár napot itt Békés Csabán a kórházban. Mert nem sikerült? Hát, amikor először próbáltam, akkor kicsit megütött, kicsit elég rendesen megütötte a hasamat a kormány, és bedogott. De gondolom, hogy nem elsőre sikerül minden, azért valljuk meg, ez biztos így van. Nagyon-nagyon sok gyakorlás nagyon sok kell, gyakorlás az, hogy ezt láthassuk, ezt a végeredményt. Ez például egy olyan trükk, amit Magyarországon nagyon kevesen tudunk megcsinálni. Látható, hogy vége sajnos nem sikerült. Itt látható, hogy motort cserélsz. Így van, motort cserélek. Zöldet a kékre. Itt még az is látható, hogy a cipőfűzőn beakadt a váltókarba. Kellemes. Igen, kellemes meglepetés volt, sok fejnállás. Ezt más is tudja, vagy ez ilyen egyedülálló dolog? Amikor a junior kategóriában tulajdonképpen nem tudja senki, talán a világon egy
hárman, négyen, ha tudjuk. Az igen. Nagyok közül ketten tudják Magyarországon. Ez egy 180 fokos első kerékpárgyulladó fordulás volt. Erről azt kell tudni, hogy körülbelül háromszor estem előre, és rám a motor is. Nem volt kellemes élmény. Örülünk, hogy itt vagy. Ez is egy egyedi trükk, ezt az országban ketten tudjuk meg, jelenleg a nagyok és a kicsik közül. És motor utánfutás. Ebből is voltak már ilyenféle balesetek. Háttal driftelés, ezt is elég kevesen tudják. A világon csak főleg kis motorral. Nagy motorral csinálják, de kicsivel kevésbé. Egyébként mondható trükk Magyarországon. Számomra teljes mértékben az. Azt kell tudni ezekről a motorokról, hogy mivel nem bírnak túl nagy teljesítménnyel, így sok minden nehezebb velük megcsinálni, mint a nagyobb motorokkal. Mégis hogyan kell elképzelni egy ilyen hétköznapi felkészülést, hogy délután, este, vagy minden nap, ez mindennapos, az, hogy idáig eljussál, az hány órát vesz igénybe egy héten? Szerintem ahhoz, hogy sikeresek legyünk egy ilyen versenyen, ahhoz hetente 4-5 alkalommal legalább motorozni kell. Erre sajnos nem mindig van lehetőségünk, de amikor van, akkor természetesen esőben, szélben mindenhogy kijárunk edzeni, mert nem egyszer volt olyan, hogy vizes pályán kellett versenyeznünk, és erre is fel kell készülni. Amikor már úgymond jobban belelendültünk ebbe a sportágba, vagy már megszoktuk a motorunkat, úgy érezzük a trükkjeinket, akkor talán elegendő kevesebb gyakorlás is, de én nem szoktam lejjebb adni a szintet, mert fontos az, hogy tényleg mindig edzésben legyen az ember, és úgymond a motornak a legapróbb mozdulatait is tudjuk kezelni. Mikor kezdődik most ebben az évben a szezon? Mert azt láttam, hogy tavaly március végén kezdődött el, és mit vársz ettől az évtől? Milyen változások lesznek? Mert úgy tudom, hogy áttész majd egy másik kategóriára. Március 19-én kezdődik a versenyszezon a Hungexpon. Sajnos az én számomra csak az érettségi után június 25-én kezdődik meg a versenyszezon. Sajnos a tanulás miatt háttérbe szorul ez a sportág. Idén egy nagyobb kategóriába ugrottam fel, úgymond a legnagyobb kategóriába, ami van ebben a sportágban, a Divízió 1-es kategória, ami azt jelenti, hogy az előbb említett 400 köbcentű volt a határ juniorba. Ez azt jelenti, hogy itt 400 köbcentitől a határa csillagos ég, úgymond a motoroknál. Én egy Kawasaki ZX6R-rel motorozok, 636-os Kawasakiként ismerik sokan. Ez egy 130 lóerős motor, olyan 210 kg körül van a súlya. Elég sokat kell még vele motorozni, hogy tényleg megszokjuk. De komolyan hangzik. De reméljük, hogy sikerülni fog. És mik a célok ezzel a motorral majd? A távlati célok? Szeretnék ezzel is a magyar dobogó csúcsára jutni, bár ez azért még nem azt mondom, hogy nagyon messze van, de közel sincs, mert itt többen vagyunk ebben a nagy kategóriában is, és még komolyabb a úgymond felhozatal a srácok részéről. Szeretnék világbajnokságra is menni. Idén valószínűleg Herceg Balázs Mókussal, aki korábban világbajnoki második helyezett volt, vele fogunk kimenni Lengyelországba, ott lesz megrendezésre. Ott kerül megrendezésre a világbajnokság. Én ott nézőként fogok részt venni, de bízom benne, hogy így is sokat fogok tanulni. És mennyi időn belül lehet ez reális cél, ez a világbajnokság, esetleg, hogyha össze? Igazából... Már pedig össze fog jönni. Össze fog jönni, a pozitív attitűd. Így van. Szerintem egy 2-3 éven belül el tudnék indulni világbajnokságon is. Köszönöm szépen, hogy befáradtál hozzánk, és mindez sok sikert, és remélhetőleg az érettségid is teli találatos lesz. Köszönöm szépen. Köszönjük. Látványos képkockákkal indítottuk a beszélgetést, fejezzük is be azokkal. Én azt gondolom, megéri megnézni. Az elmúlt percekben hallottak alapján is rögzíthetjük, hatalmas munka van mögötte. Yeah! 1, 2, 3, do you know?
Az előző hétvégén újabb mérföldkön estek át a Békés Csabai röplabdás hölgyek. A Közép-Európai Liga legjobb csapatai feszültek egymásnak ugyanis Mariborban pénteken és szombaton a négyes döntőben. A Közép-Európai Liga négyes döntőjének első elődöntő mérkőzésén a szlovén rangadót a Ljubljana nyerte 3-1-re a házigazda Maribor ellen. Ezt követően került sor a magyar derbire, a Békés Csaba ellenfele a Vasas volt. Fogadkoztak a fővárosiak, hogy most megszakítják a sorozatot és legyőzik a BRS-ét. Az első játékban feltűnően sok volt a csabai hiba, amelyet jól használt ki Jókai Zoltán csapata, így előnnyel fordulhatott 25-19-re nyerve. A folytatásban sem találta igazán a játékát a Békés Csaba, a piros-kékek villámrajtot vettek. Viharsarki időkérés után kezdték meg a felzárkozást Sósék, majd 15-nél már egyenlőt mutatott az eredményjelző. Innentől fejfej mellett haladtak a felek, izgalmas végjátékban végül sikerült az egyenlítés 26-24-es minimális különbséget abszolválva. Hatalmas küzdelem zajlott a pályán, érezhető volt a feszültségben és azon kívül is. Minden egyes pontért ázás csata dúlt. A csabai lányoknak végül sikerült megtörni a jól küzdő ellenfelüket, így egy szetre kerültek a finálétól. A negyedik etap elején látszott, hogy döntésre akarja vinni a mérkőzést a csabai hölgy koszorú. A meccset azonban a Vasas nem adta fel, és a végére újra nyílt lett a találkozó. A végjátékban a BRS-e tudott higgadtan maradni, 25-21-re nyert, és ezzel 3-1-jel hozta a nagy küzdelmet hozó elődöntőt. A Vasas ellen az elődöntőben, hogyha nehezen is, de sikerült hoznunk a mérkőzést, érezhető volt, hogy a Vasas mindent egy lapra tesz fel, és döntőbe szeretnének jutni. A Békés Csabai szurkolók jóvoltából remek hangulatban kezdődött a sorozat döntője, amelyet a szlovén gárda kezdett jobban, a csabaiakat mintha bénította volna a tét súlya, nehezen lendültek játékba. A szerb Kost is termelte a pontokat a belga válogatott feladó labdáiból. Komoly előnyt szerzett a Ljubljana, azonban nem adta fel a BRS-e, és a hajára két pontra felzárkózott, de ezzel el is lőtte a puskaporát 25-21 oda. A második szedben is folytatódott a szlovén dominancia. Taktikus nyitásokkal, remek mezőnymunkával operált a BL-ben edződő ellenfél, és mezőnyben is minden magyar próbálkozást hatástalanította. A csabaiaknál ezúttal nem volt kimagasló egyéni teljesítmény, így csak futottak az eredmény után Molcsányi. A harmadik etapban mindent egy lapra feltéve küzdött a BRS-e. A játékrész közepén el is léptek pár ponttal, de a rutinos szlovén együttesnek volt válasza ezen próbálkozásokra, és könyörtelenül kihasználták a csabai megingásokat, mindkét szedben 19-ig jutott a Viharsarki egylet. A szezon előtt a célkitűzés ebben a sorozatban a Final Four-ba jutás volt. Természetesen az, hogy az alapszakaszt veretlenül nyertük meg, magasra tette a mércét, és úgy utaztunk ki a szlovén városból, hogy szeretnénk megnyerni ezt a sorozatot. Sajnos ez nem sikerült, hiszen a döntőben a Bajnokok Ligájában edző Ljubljana, amelynek soraiban belga válogatott, szerb válogatott, illetve bolgár válogatott, tényleg igazi európai szinten is magasan jegyzett játékosok voltak, gyakorlatilag a mérkőzés elejétől kezdve taktikus játékkal fölén kerekedtek, és ezúttal nem volt sorainkban senki, aki hátára vette volna a csapatot. Egy picit úgy érzem, hogy a hosszú sorozat fáradtsága most jött ki, és fölénk kerekedtek. Nem sok pihenő jut osztály részül a csapatnak, miután a bajnokságban folytatódik a rájátszással a küzdelem. Az elnök úr természetesen optimista, és a sok-sok röplabdát szerető rajongóval együtt győzelmeket vár a soron következő derbiken is. Az egyértelmű esélyesei a párharcnak mi vagyunk, hiszen az alapszakaszt megnyertük, és a 8. helyezett Kaposvárral kerültünk össze. Kaposvár soraiban voltak változások, télen több játékos eligazolt tőlük, de mi természetesen megtiszteljük őket azzal, hogy maximálisan felkészülünk belőlük, de mindenképpen két mérkőzésen szeretnénk tovább jutni. Március 15-én 18 órától a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban szeretettel várjuk a szurkolókat, akik köszönhetik kedvenceiket, akik ezüstérmet nyertek a Mevzába, és szeretnénk, hogyha jó hangulatban, egy magabiztos győzelemmel adnánk meg a párharcnak a alaphangját. A csapattal kapcsolatos hír az is, hogy együttműködési megállapodást írt alá a Békés Csabai Röplabda Klub és a Békés Csabai Média Centrum. A közös munka egyik kiemelt pontja a BRS-e TV című magazin lesz, amelyből a szurkolók még közelebbről, új oldalukról is megismerhetik majd a csapatjátékosait.
Így kezdődik majd a BRSE TV című magazin, amely havi két alkalommal jelentkezik a 7.tv-n. A műsornak köszönhetően a szurkolók betekinthetnek a kulisszák mögé, megtudhatják, hogyan zajlik a felkészülés a sorsdöntő összecsapásokra, és azt is, hogy a lányok mivel töltik a szabadidejüket két mérkőzés között. Lesznek exkluzív hírek, lesznek szakmai hírek, illetve olyan bulvár jellegű adások, amelyek a klub mindennapét, illetve a kedvencek, a játékosok, hiszen a szurkoló egy részét látja a játékosoknak a pályán, de így belelátunk majd a mindennapjaiban is. Úgyhogy én már nagyon várom a március 22-ét, és izgatottan és nagy kihívásként tekintünk erre a projektre, de számunkra nem kérdés, hogy egy magas minőségű, jó minőségű és egy előremutató, innovatív produktum fog ebből születni. Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Média Centrum ügyvezetője kiemelte, a koncepció fontos része, hogy a nézők és az olvasók még jobban megismerjék a város intézményeit, iskoláit és sportklubjait. Az ügyvezető hozzátette, a BRSE kiemelkedő eredményeket ért el az utóbbi években, és ebben az esztendőben is jól halad, hogy teljesítse a célkitűzéseket, így örömteli, hogy létrejött a megállapodás. Hát úgy gondoljuk, hogy az ilyen sikeres modellek bemutatása elengedhetetlen, hogy a tevékenységünkben legyen, de az is fontos, hogy amikor újszerű megoldásokban gondolkodnak a leendő vagy meglévő partner szervezeteink, akkor mi ezt csatlakozzunk, működjünk együtt, hiszen közösen tudjuk még inkább sikerre vinni ezeket az eredményeket. A BRSE TV első adását március 22-én 20 óra 20 perccel láthatják a nézők a 7.tv műsorán. Egy korábbról elhalasztott OB1B-s vízilabda mérkőzést pótoltak az Árpád-fürdőben. A Csabai Csirkefogók együttese a Kaposvárt fogadta. Az első negyedet 2-2 volt, és most 4-2 a mieinkkel mára, jobban kezdtük tehát ezt a negyedet. Rácz és Mucsi adogatnak, nem változott a helyzet, Rácz, és ő dobja az ötödik Békés Csabai gólt. 3 perc 12-vel a második negyed vége előtt, 3 gólos az előny, 5-2. Hogy még csak 5 gólt kaptak, közben egy zicser a másik oldalon. Kiállítás miatt tulajdonképpen emberhátrányban kerül a Csabai csapat, és Molnár Ákos fejezi be a vendégek akcióját. Lefordul ezzel együtt a védőjéről. Éles a szög, de ettől függetlenül gól. Ha jól láttam, akkor érvényes is. Igen, vége a második negyednek. Rozs Dániel volt a gól szerzője. Ezelőtt 4. Akkor hátulról lenyomják a víz alá. Egy nagyon jó passz és egy gyönyörű gól. A gól szerzője Bodor Csanád. 6-4. Rácz Norbert lopja a távolságot Rászlóba. Rácz, és megvan a hetedik. 7-4, 3 góllal vezet a Csabai Csirkefogók a Kaposvár ellenében. Akkor, amikor 5 perc, 16 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Nagyon jó labda közben előre, már csak végig kéne vinni. Makra Zsolt zicserben, senki nem követi, lemaradva a kaposváriak. Makra, és gyönyörűen belövi. Nagyon jó, Csajtos József zicserben, Csajtos lóba és a kapufa segítségével Csajtos első találata a mai mérkőzésen. A harmadik negyedből 1 perc 57 van hátra, amikor 9-4. Egy nagyon jó indítás közben, meg lehet a tizedik gól akár, Ajtai ejtés, tökéletes! Péter Szabolcs középen. Péter akár közelebb is mehet, Péter, még mindig csak lóba, aztán egy nagy gól jobb felső sarokba, remek gól, ez a 11. Csabai tanálat, 5-23-mal a találkozó vége előtt. Tóth Ádám, micsoda gól, 11-5, 3-35-tel a mérkőzés vége előtt, nem hagytuk elvégezni, mutatja a játékvezető, ember előny tehát, és egy zicser. Újabb szépítőgól a kaposváriak részéről, 11-6, 3 másodperc, 2-1, és vége a mérkőzésnek. Ezzel lezárul ez a találkozó, 12-6-os
Békés Csabai győzelem, a Csabai Csirkefogók együttese tehát 6 góllal megverte a sereghajtó Kaposvárt. A tabella 9. helyén álló Orosháza NB1-es férfi kézilabda csapata a Mezőkövesd gárdáját fogadta otthonában az alapszakasz utolsó fordulójában. A két csapat között egyetlen egy helyezés és egyetlen egy pont volt a különbség a meccs előtt a hazaiak javára. A találkozó első gólját a zöldmezes orosháziak szerezték Budai Dániel révén, ami megalapozta a jó hazai kezdést. A 6. percben 4-1-nél Skalicki László a Mezőkövesd mestere már időt is kért. Ezt követően a vendégek is megtalálták az utat a hazai kapuig, de a védekezés nem állt össze Kövesdi oldalon. A 22. percben már 11-6 volt a házigazdának, a fél időben pedig 14-10 volt az állás. A második játék rész elején hasonló mederben folytatódott a csata, de a Mezőkövesd egy 3-0-ás sorozattal a 43. percben 18-18-ra alakította az eredményt. Ennél többre azonban nem futotta a vendégek erejéből, az Orosháza újra jobban teljesített. A hazaiak 3-as ember hátrányba is kerültek a hajrában, ekkor azonban Herjecki Balázs 7-est fogott, így élektőnleg is eldőtt a csata, amelyet 27-23-ra nyert meg a Békés megyei együttes. 8 nap alatt ez a keret lejátszott a harmadik életfontosságú mérkőzését, és az első fél időben egyértelmű volt, nyilván a hosszabb utazás és dekoncentrált játék, igazából a védekezésünk sem tudott stabilitást adni, úgyhogy azt gondolom ez hiányzott. Hát sajnos eléggé nyögvenyelősen kezdtük a mérkőzést, elég gyengén tudtunk felpörögni, aztán a második fél időben úgy gondolom, hogy mind a 7 méteresben, mind pedig az itzerekbe való sikeres befejezés visszavetett minket, és a végén sajnos ez az eredmény megmutatkozott. Az orosházi csapat augusztus után tudott újra hazai pályán bajnoki mérkőzést nyerni a 8 gólt szerző Budai Dániel vezetésével. Most már kiesés elkerüléséről, meg arról a zónáról el kell kerülni, most sikerült. Itthon régen nem nyertünk, ugye a közönségnek is tartoztunk már, végig szurkolnak, mellettünk állnak, úgyhogy ez egy kicsit olyan teher volt a vállunkon, de végre leküzdöttük, és bízom benne, hogy most már a folytatás is ilyen jó lesz. Mivel hogy nagy változások voltak a csapatunkban, sok új játékos érkezett, és ehhez idő kell, hogy összeszokjanak ezek az játékosok, és ugye ez már lassan megmutatkozik, hogy a mérkőzésekkel, hogy tellenek, egyre jobban összeszokottabban játszunk. Az Orosháza sikerével a 9. helyen zárta az alapszakaszt, míg a Mezőkövesd a 11. pozícióból várja a rájátszást. A Békés másodosztályban szereplő férfi kézilabda csapata Nyíregyházán vendég szerepelt. A Békés TV kollégáinak köszönhetően erről a derbiről szintén láthatunk képeket. Nagyon kár érte, háromszor volt a kezünkbe a labda, hogy 2 góllal vezessünk. Most pedig döntetlen, és a nyíregyháziak előtt ott a lehetőség, hogy megszerezzék a vezetést. Most Fedor Bence lép előre, Varga, és bent van, Cifra, Herceg, Kánya, gyönyörű, Kánya László, remek gól, Kánya László első gólja, 21-21. Más, Gubó, hát azt másik szélre Kurbelynak, és Kurbely bedobja. Kurbely László első gólja, ezzel 2 góllal 25-23-ra vezetnek a nyíregyháziak. Van ismét Varga, most kanyarodik fel a szíről Illés, Kurbely, ő el fogja lőni és be is lőni. Azért ennyi időnk nincs passzolgatni, gyorsan kell gólokat dobni. Le a szélre, jó, Herceg! És még az üres kapura, gólt is szerez Zsolá Zoltán. Horvátszki még labdát szerez, Horvátszki, ezt még gólra váltja Horvátszki már, ő, és ő is a 9. gólját szerzi. 29-26, de azt hiszem ez a miénk számára már csak szépség tapasz a végére. Békés Csabán immár több mint 2,5 évtizede van jelen a sportos palettán a nagy hagyományokkal rendelkező dél-koreai harcművészet, a VTF Taekwondo. A megyeszékhelyen Szedoglovics Alajos vezetőedző a hazai és nemzetközi porondon is nagy sikerekre tör versenyzőivel. A Jankai Iskola tornaterme heti 3 alkalommal a tékvándósok vezényszavaitól hangos. Az egyesület már 1990 óta működik Békés Csabán,
Számos hazai és nemzetközi sikert aratott az indulás óta. A csapatban elég vegyes a korosztály, ami azt is mutatja, hogy bármikor el lehet kezdeni ezt a látványos sportágat. Én személy szerint 12 éve foglalkozom az edzéseknek az oktatásával. Itt, ahogy lehet látni, a 6 éves kortól a 40 éves korig az életkor megtalálható. Vannak, akik élversenyzők itt a csapatban, illetve hobbi sportolók vannak leginkább nálunk. A szakosztály két kiemelkedő versenyzője, Prát Balázs és testvére Bence, akik már közel 3 éve erősítik a nemzeti válogatottat, és folyamatosan ott vannak az aktuális Európa és világbajnokságon. A legutóbbi megméretetés a Szlovénia Open elnevezési nemzetközi viadal volt. A több korosztályban országos bajnoki címet szerzett Prát Bence összesen 5 mérkőzést vívott, amiből 4-et megnyert. A döntőben mindössze 1 ponttal kapott ki, így felállhatott a dobogó második fogára, azonban a cél az, hogy legközelebb már az utolsó akadályt is sikerrel vegye. Szerintem most elég jó formában vagyok, szeretnék ugyanígy eljutni a döntőig, és ott esetleg megnyerni azt, és ez lenne a cél. Prát Balázs első felnőtt versenyén szerepelt, ahol ugyan egy görög ellenféltől vereséget szenvedett, de tapasztalat szerzésnek kiválóan megfelelt ez a mérkőzés. A fiatal csabai versenyző fő feladata, hogy beleerősödje ebbe a mezőnybe. Volt nagyon sok jó dolog benne, tehát hogy nagyon sokat tanultam belőle, megint ebből a versenyből is. Az első felnőtt versenyem volt, ami nagyon nagy lépés úgymond, és sok mindent nagyon jónak éreztem, tehát sokkal felszabadultabb voltam, viszont még az eredmény mutatja, hogy nagyon sokat kell edzeni ahhoz, hogy majd feljebb tudjak lépni, és nagyon sok mindent még javítani kell ahhoz, hogy majd egyszer dobón állhassak. A csabai klub legjobbjai hétvégén újabb rangos megmérettetésen, a holland nyílt nemzetközi bajnokságon szerepelnek majd, ahol több mint 1200 versenyző 18 páston küzd meg egymással. Ez volt a mai kezdőkör, remélem találkozunk a jövő héten is. Viszontlátásra!